Hare Krishna, folytatjuk a Krishna könyv felolvasását. Elérkeztünk a 62. fejezethez, az Úr Krishna harca Bánaszurával. Om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya, om namo bhagavate vasudevaya. 62. fejezet, az Úr Krishna harca Bánaszurával, meg az én harcom a legyekkel. Amikor véget ért az esős évszak 4 hónapja, és Aniruddha még mindig nem tért haza, a Yadu család tagjait komoly aggodalom fogta el. Nem értették, hová tűnhetett el a fiú. Szerencsére azonban egy napon Nárada, a nagy bölcs látogatott hozzájuk, és elmesélte Aniruddha eltűnésének történetét. Elmondta, hogyan vitték az ifjút Sonitapurába, Bánaszura birodalmának fővárosába, s hogyan ejtették őt fogjul Bánaszura a Nágapása segítségével, annak ellenére, hogy Aniruddha minden katonát legyőzött. Nárada részletesen elmesélte az egész történetet. Ezek után a Krisnát olyannyira szerető Yadu dinasztia tagjai felkészültek Sonitapura megtámadására. A család szinte valamennyi vezére, közöttük Pradyumna, Satyaki, Gada, Samba, Sárana, Nanda, Upananda és Badra összefogott és 18 Akshauhini csapattestet állítottak fallangzba. Sonitapurába vonultak, s katonákkal, elefántokkal, lovakkal és harci szekerekkel vették körül a várost. Bánaszura tudomást szerzett a Yadu dinasztia támadásáról, akik már a falakat, a város kapukat és a közeli kerteket dúlták. Feldühődve azonnal kirendelte katonáit, akik méltó ellenfelei voltak a Yaduknak, hogy szembeszálljanak velük. Az Úr Shiva olyan kegyes volt Bánaszurához, hogy ő maga vállalta a hadvezérséget. Hős fiai Kartikeya és Ganapati kíséretében. Nandishvara, az Úr Shiva, kedvenc bikáján ülve vezette a harcot az Úr Krishna és Balarám ellen. Csupán elképzelni tudjuk, milyen heves lehetett a küzdelem, az egyik oldalon az Úr Shiva és hős fiai, velük szemben pedig az Úr Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége és bátyja Sri Balarámaji. Aki látta a csatahevét, megdöbbent, s hátán végig futott a hideg. Az Úr Shiva magával, az Úr Krishnával harcolt. Pradyumna Kartikeyával, Balarám pedig Bánaszura parancsnokával, a Kupakarna támogatását élvező Kumbandával küzdött. Krishna fia, Számba Bánaszura fiával harcolt, Bánaszura pedig Satyakival, a Yadu dinasztia hadvezérével. Így vette kezdetét a háború. Az egész univerzumban híre ment a harcnak. Az Úr Brahma és a többi félisten a mennyei bolygókról, a nagy bölcsek és szentek, a szithák, csáranák és gandarvák mind kíváncsian szemlélték légi járműveikről az Úr Shiva és az Úr Krishna, illetve csapataik összecsapását. Az Úr Shivát Buta Nádhának is nevezik, mert hatalmas szellemek és alvilági lények, buták, preták, pramathák, guhyakák, dákinik, pisácsák, kusmándák, vetálák, vinájakák és Brahma rákshaszák támogatják. A szellemek közül a Brahma rákshaszák a leghatalmasabbak, akik brámanákból válnak szellemé. Az Istenség legfelsőbb személyisége Sri Krishna dicső íjával, a Sárngadhanuval könnyedén lesöpörte a szellemeket a csatatérről. Az Úr Shiva ezután válogatott fegyvereit vetette be az Istenség személyisége ellen, de Sri Krishna minden támadását visszaverte. A Brahmasztrát, amely olyan, mint az atombomba, egy másik Brahmasztrával verte vissza, a levegőfegyver pedig a hegységfegyverrel. Amikor az Úr Shiva e heves forgószelet okozó fegyverrel támadott, az Úr Krishna a megfelelő ellenszerrel, a hegységfegyverrel állt elő, amely ott helyben megfékezte a hurrikánt. Az Úr Shiva tűz-vész fegyverét Krishna szakadó esővel oltotta ki. Az Úr Shiva végül személyes fegyveréhez a Pasupata
sásztrához folyamodott, ami ellen Krisna a Nárajan sásztrát vetette be. Síva egyre elkeseredettebb küzdelmet folytatott Krisnával. Ekkor az úr ásító fegyverét küldte harcba, amitől az ellenfélen fáradtság vesz erőt, beszünteti a harcot és ásítozni kezd. Síva is nagyokat ásítva fáradtan adta föl a további küzdelmet. Krisna ezzel Síva támadásai helyett Bánaszurának szentelhette figyelmét, és sorra végzett az ellenségét őrző, kardokkal, buzogányokkal felfegyverkezett testőrökkel. Eközben Sri Krisna fia Pradyumna hevesen harcolt Kartikeyával, a félistenek hadvezérével. Kartikeya megsebesült és erősen vérzett, ezért otthagyta a csatateret, és harc helyett pávája hátán távozott. Az úr Balarám buzogányának ütései Bánaszura hadvezérét, Kumbandát zúzták szét. Kupakarna is megsebesült, s a végzetes sérüléseket szenvedett hadvezérrel, Kumbandával együtt esett el. Bánaszura katonái irányítás hiány elmenekültek a szélrózsa minden irányába. Bánaszura haragja nőttől nőtt katonái és hadvezérei veresége láttán. Jobbnak látta hát, ha ott hagyja Szatyakit, Krisna főparancsnokát, és helyette magára az úr Krisnára támad. 1000 karját végre használhatta. 500 megfeszített íjáról 2000 nyilvesszőt elröpítve rontott Krisnára. Az ostobák sohasem képesek felmérni Krisna erejét. Krisna könnyedén kettébe törte támadója íjait, s hogy ne menekülhessen el, lovait a földre kényszerítette, darabokra törve ezzel Bánaszura harci szekerét. Krisna ekkor megfújta Páncsajanya nevű kagylókürtjét. Bánaszura Kotara félistennőt imádta, s kapcsolatuk szinte anya és fia közötti kapcsolat volt. Kotara Bánaszura életért aggódva feldúltan jelent meg a színen. Zilát hallja, mesztelenül állt az úr Krisna elé, aki nem szívlelhette a ruhátlan asszony látványát, s elfordította fejét. Bánaszura kihasználva a pillanatnyi lehetőséget elmenekült a csatatérről. Íjain a húrok mind elpattantak, harci szekere vagy kocsi ajtója sem maradt, így nem tehetett más, visszatért városába. A csatába mindene odaveszett. Krisna nyilaitól meggyötörve az úr Síva társai, a lidércek és a kísértetek, búták, preták és ksatriák egytől egyig elhagyták a csatateret. Az úr Síva utolsó mencsvárához folyamodott. Legpusztítóbb halálos fegyverét, a szívacsvarát vetette be, amely rendkívüli hőségével mindent fölégett. Azt mondják, a teremtés végén a nap a szokásosnál 12-szer perzselőbbé válik. Ezt a 12-szeres hőfogot nevezik szivacsvarának. Mikor a testet öltött szivacsvala megjelent, úgy tűnt, a Krisna felé tartó háromfejű és háromlábú szörnyeteg minden útjába kerülőt porrá éget. Amerre ment, mindenfelé hatalmas lángok lobbantak fel, és Krisna látta, hogy szivacsvala egyenesen felé közeledik. Ahogyan létezik szivacsvala fegyver, ugyanúgy létezik a Nárajanacsvara is, ami rendkívüli hideget áraszt. Az ember a hőséget még valamiképpen elviselheti, de a fagy mindent elpusztít. Ugyanezt tapasztalható a halál idején is. A halál közelettével a test hőmérséklete előbb 42 fokra emelkedik, aztán a test összeomlik, majd jéghideggé válik. A szivacsvara perzselő hőségének egyetlen ellenszere volt a Nárajanacsvara. Amikor az úr Krisna észrevette, hogy az úr Síva szabadjára bocsátotta a szivacsvarát, nem volt mit tennie, ő is elszabadította a Nárajanacsvarát. Az úr Sri Krisna az eredeti Nárajan, a Nárajanacsvara fegyver irányítója. Amint bevetette fegyverét, a két dzsvára kíméletlenül összecsapott. Ha a hőség erősebb hideggel találkozik, természetes, hogy fokozatosan veszít hőfokából, s ez történt a szivacsvara és a Nárajanacsvara harca esetében is. Szivacsvara egyre hűlt és hűlt, így az úr Sívához kezdett segítségért kiáltozni, aki azonban a Nárajanacsvara jelenlétében képtelen volt segítséget nyújtani. Hiába várva támogatás az úr Sívától, Szivacsvara megértette, nincs más mód a menekülésre, meg kell hódolni a Nárajannak, Sri Krisnának.
A leghatalmasabb félisten, az Úr Síva sem tudott segíteni, a kisebb félistenekről nem is beszélve, ezért Szívácsvára végül megfordult Krisnának. Leborulva ajánlotta imáit, hogy elégedetté tegye az Urat és elnyerje oltalmát. Az Úr Síva és az Úr Krisna végső fegyvereinek összecsapása bizonyíték arra, hogy a Krisna védelmében állókat senki sem ölheti meg, s akit nem oltalmaz, azt senki nem védheti meg. Az Úr Sívát Mahadevának, a félistenek legnagyobbjának nevezik. Olykor az Úr Brahmát tartják a leghatalmasabbnak, aki képes teremteni, ám az Úr Síva képes elpusztítani meg Brahmá teremtését is. Azonban mind az Úr Brahmá, mind az Úr Síva csak egy-egy területen kiváló. Az Úr Brahmát teremt, az Úr Síva pusztít, de egyikük sem tud fenntartani. Az Úr Visnu azonban nem csak fenntart, hanem valójában teremt és pusztít is. A teremtésre nincsen hatása a Brahmá, mert ő magát is Visnu teremti, az Úr Síva pedig Brahmá teremtménye. Szirácsvára belátta tehát, hogy Krisna, azaz Nárajan nélkül senki sem lehet a segítségére, ezért helyesen az Úr Krisnánál keresett menedéket. Összetett kézzel imádkozni kezdett hozzá. Kedves Uram, tiszteletes hódolatomat ajánlom neked, mert határtalan képességekkel rendelkezel. Ezeket senki sem múlhatja felül, s így te vagy mindenki ura. Az anyagi világban általában az Úr Sívát tartják a leghatalmasabbnak, ám az Úr Síva nem mindenható. A mindenható te vagy, ez a valóság. Te vagy az eredeti tudat, a tudás, amely nélkül semmi nem lehet hatalmas. Sabb. De ide csak az mély, vagy amely nélkül nem lehet semmi hatalmas. Az anyagi dolgok lehetnek rendkívüliek, de a tudás vagy tudat érintése nélkül semmire nem képesek. A legcsodálatosabb, legnagyobb gép is hasznaveltetlen, ha nem egy tudatos, hozzáértő személy kezeli. Uram, te vagy a teljes tudás, és a személyedre az anyagi szennyezettség árnyéka sem vetődik. Lehet hatalmas félisten az Úr Síva, amiért képes elpusztítani a teljes teremtést, és lehet hatalmas az Úr Brahmá is, mivel az egész univerzumot ő teremti. De valójában sem Brahmá, sem az Úr Síva nem eredeti oka a kozmikus megnyilvánulásnak. Te vagy az abszolút igazság, a legfelsőbb Brahmán, s te vagy az eredeti ok. A kozmikus megnyilvánulásnak nem a személytelen Brahmán kisugárzás az ős oka, mert az is te személyeden nyugszik. Ahogyan a Bhagavad Gita megerősíti, a személytelen Brahman forrása az Úr Krisna. Ezt a kisugárzást a napból áramló napfényhez hasonlítják. Tehát nem a személytelen Brahman a végső ok, mert mindennek a végső oka Krisna legfőbb, örökkévaló formája. Az anyagi hatások és visszahatások a személytelen Brahmanban zajlanak le, de a személyes Brahmanban Krisna örökkévaló formájában nincs hatás és nincs visszahatás. Kedves Uram, tested ezért teljesen békés, örömteli, s mentes az anyagi szennyeződésektől. A testben az anyagi természet három kötőerejének hatásai és visszahatásai ténykednek. Az idő mindenek fölött a legfontosabb tényező, mert az idő könyörtelenségének az egész anyagi megnyilvánulás ki van téve. Egy természeti jelenség létrejön, s amint megjelenik, azonnal megfigyelhetjük a gyümölcsöző tetteket is, amelyek következtében az élőlények testet öltenek. Az élőlény a gyümölcsöző tettek eredményeképpen testet kap, s felvesz egy bizonyos természetet, ami az életlevegőből, az egóból, a 10 érzékszervből, az elméből és az 5 durva anyagi elemből fölépülő, finom fizikai és durva fizikai test sajátja. Ezek hozzák létre aztán azt a bizonyos fajta testet, amely gyökere, oka lesz a jövőbeli testeknek, amelyeket a lélek vándorlása során magára ölt. Ezek a megnyilvánuló jelenségek anyagi energiád együttes hatásai. Te vagy a külső energia oka, akit nem befolyásolnak a különféle elemek hatásai és visszahatásai, s mivel transzcendentális vagy az anyagi energia kényszeréhez képest, te vagy a legfőbb béke. Az anyagi szennyeződésektől való megtisztulás végső szava is te vagy. Ezért minden egyéb menedéket feladva lótusz lábaidnál keresek menedéket. Kedves Uram, megjelenésed Vasudeva fiaként, emberként nem más, mint teljes szabadságot kedvteléseinek egyike. Baktáid örömére és a gonoszok vesztére többféle inkarnációdban szállsz alá. Ezek az inkarnációk a Bhagavad Gita-ban tett ígéretet beteljesítése véget érkeznek, mert kimondtad, hogy meg fogsz jelenni, amint az emberek eltérnek az élet helyes rendjétől. Mikor a helytelen elvek zavart keltenek, belső energiád által megjelensz, Uram.
Legfőbb gondod a félistenek és a lelki élethez vonzódók oltalmazása és fenntartása, valamint az anyagi törvény és rend megfelelő szintjének megóvása. A törvény és rend fenntartásával egy időben az erőszak, amelyet a gonosztevőkkel és démonokkal szemben alkalmazol, teljesen helyén való. S nem ez az első inkarnációd, már számtalan szó megjelentél. Kedves uram, be kell ismernem, súlyos büntetés mértél rám a fagyos Narayanajvara bevetésével, amely veszélyes és elviselhetetlen számunkra. Kedves uram, aki az anyagi vágyak bűveletében megfeledkezik a Krisna tudatról, aki nem ismeri lótuszlábaid végső menedékét, s aki elfogadta ezt az anyagi testet, az ki lesz téve az anyagi természet háromféle nyomorúságának. Ha nem hódol meg előtted, vég nélküli szenvedései folytatódnak. Az Úr Krisna végig hallgatta Szivacsvarát, és így felelt. Ó, háromfejű Szivacsvara! Szavaid elégedetté tettek. Légy nyugodt, többé nem kell szenvedned a Narayanajvarától, s nem csak te szabadultál meg félelmettől, mindazoknak, akik visszaemlékeznek Szivacsvara és Narayanajvara küzdelmére, nem lesz többé részük rettegésben. Az Istenség legfelsőbb személyisége szavait meghallgatva Szivacsvara tiszteleteljes hódolatát ajánlotta Krisna lótuszlábainak és távozott. Időközben Bánaszura valahogyan összeszedte magát kudarca után, s újút erővel tért vissza a csatatérre. Ezer kezében a legkülönfélébb fegyverekkel jelent meg a harci szekerén ülő Sri Krisna előtt. Rettenetes dühében fegyvereit valóságos felhő szakadásként zúdította az Úr Krisnára. Krisna a fegyverekkel a kezében szélvészként feléje száguldó Bánaszura láttán elővette borotvái éles Sudarshan csakráját, s egymás után levágta a démon ezer karját, akár éles ólóval a kertész a faágakat. Mikor az Úr Shiva látta, hogy személyes jelenlétesen mentheti meg nagy hívét Bánaszurát, józanságát visszanyerve Sri Krisna elé járult és a következő imákkal békíteni kezdte. Drága Uram, rólad az imádandóról énekelnek a védikus hinduszok. Aki nem ismer téged, az a személytelen Brahma Jyotit tartja a végső, legfelsőbb abszolút igazságnak, s nem tud arról, hogy örökkévaló lakhelyeden ott vagy lelki sugárzásod mögött. Kedves Uram, ezért neveznek Param Brahmannak, és a Bhagavad Gita is ezzel a kifejezéssel jelölt téged. Csak az anyagi szennyezettségtől teljesen megtisztult szívű szent életűek foghatják föl transzcendentális formádat, bár mindent átható vagy, akár az ég, s egyetlen anyagi dolog sincs hatással rád. Csak a bakták érthetnek meg téged, senki más. Legfelsőbb létezésed személytelen felfogásában az ég a köldököd, a tűz a szád, és a víz a magod. A mennyei bolygók a fejed, az irányok a füleid. Az urvi bolygók lótuszlábaid, a hold az elméd, a nap a szemed, s ami engem illet, énedként cselekszem. Az óceán a hasad, s a mennyek királya Indra a karod. A fák és a növények a szőrszálak testeden, a felhők pedig a hajad, s az Úr Brahmá az értelmed. A nagy elődök, a Prajapatik jelképes képviselőid, a vallás pedig a szíved. Ez legfelsőbb tested személytelen felfogása, de végső soron te a legfelsőbb személy vagy. Tested személytelen vonásai energiádnak csupán töredéknyi kiterjedései. Téged az erdei tűzhöz hasonlít el, a kiterjedéseid pedig a fény és a hő. Kedves Uram, folytatta az Úr Shiva. Habár univerzálisan is megnyilvánulsz, a világegyetem részei a te testrészeid és felfoghatatlan képességeid révén egyidejűleg vagy helyhez kötött és egyetemes. A Brahma számhitában is azt olvashatjuk, hogy állandóan lakóhelyeden, Goloka Vrindávanban tartózkodsz, s mégis mindenütt jelen vagy. A Bhagavad Gita bizonyossága szerint a bakták oltalmazása véget jelensz meg, s ez áldásra válik az egész univerzumnak. A félistenek egyedül a te kegyedből igazgatják a világ dolgait, s így a hét felső bolygórendszert is a te kegyed tartja fent. A teremtés végén energiáid minden megnyilvánulása, akár félisteni, akár emberi, akár alacsonyabb rendű állati formában, a te pensődben hatol, s a kozmikus megnyilvánulás minden közvetlen és távoli oka, a létezés minden megkülönböztető jegye nélkül benned nyugszik. Végső soron nem lehet különbséget tenni közötted és a veled egyenrangú vagy a neked alárendelt dolgok között. Egyidejűleg vagy a kozmikus megnyilvánulás egészének és alkotó elemeinek is oka. Te vagy a legfelsőbb egész, egyedüli és páratlan.
A jelenség megnyilvánulásának három szintje van. A tudatosság síkja, a féltudatosság, az álomban és a tudatlanság. Te azonban mindezen anyagi létezési szintekhez képest transzcendentális vagy. Egy negyedik dimenzióban létezel, megjelenésed és eltávozásod saját magadon kívül semmi mástól sem függ. Mindennek te vagy a legfelsőbb oka, azonban te ok nélküli vagy. Te magad idézed elő megjelenésed és távozásod. Transzcendentális helyzeted ellenére, Uram, hatféle fenséged és transzcendentális tulajdonságait hirdetése véget különféle inkarnációidban, többek között hal, teknős, vatkan, nisimha, késava inkarnációdban, személyesen jelentél meg, különálló megnyilvánulásaid által pedig különböző élő lényekként születtél meg. Belső energiád révén jelensz meg Visnu különféle inkarnáció képében, külső energiádban pedig az érzékelhető világként mutatkozol meg. Egy borongós napon a közönséges ember szemében úgy tűnik, a felhők eltakarják a napot, de mivel valójában a felhőket is a nap teremti, azok akkor sem fedhetik el, ha az egészeget beborítják. Ehhez hasonlóan a kevéssé intelligensek tagadják Isten létét, de a felvilágosultak látva a különféle élőlények is tetteik megnyilatkozásait, külső és határenergiáit közvetítő közegein át minden atomban látnak téged. Határtalan erejű tetteidet csak a legfelvilágosultabb bakták tapasztalhatják, de akiket megzavar külső energiád bűvölete, azok azonosítják magukat az anyagi világgal, és ragaszkodni kezdenek a társasághoz, barátsághoz és szerelemhez. Ezzel csupán az anyagi létezés hármas nyomorúságát ölelik magukhoz, és a szenvedés és a gyönyör kettősségének áldozatává válnak. Elmerülnek a ragaszkodás óceánjában, máskor kiemelkednek belőle. Kedves Uram! Az élőlény kizárólag kegyességed és könyörületességed által nyerhet emberi létformát, amely lehetőséget nyújt arra, hogy kikerüljön az anyagi lét nyomorúságos viszonyaiból. Azonban az emberi testben lévőket is elsodorják az érzéki élvezetek hullámai, ha nem képesek korlátozni érzékeiket. Ők nem kereshetnek menedéket lótuszlábaidnál, így nem merülhetnek el odaadó szolgálatodban. Az ilyen emberek élete szerencsétlen, s tudatlanságuk sötétjében nem csak önmagukat csapják be, hanem másokat is. Az emberi társadalom Krisna tudat nélkül tehát nem más, mint csalók és becsapottak társadalma. Úram, te vagy minden élőlény legkedvesebb felső lelke és minden dolog legfelsőbb irányítója. A mindig illúzióban lévő élőlény fél a végső haláltól. A pusztán az érzéki örömökhöz ragaszkodó ember önként fogadja el a nyomorúságos anyagi létet, s így az érzéki gyönyörök déli bávja után fut. Bizonnyal ő a legostobább embert, mert a nektárt félretolva inkább mérget hajt föl. Kedves Uram, a félistenek, beleértve engem és az Úr Brahmát is, valamint a nagy bölcsek és a szent életűek, akiknek szíve minden anyagi ragaszkodástól megtisztult, kegyet folytán teljes szívükből meghódoltak lótuszlábaidnál. Azért kerestünk nálad oltalmat, mert elfogadtuk a legfelsőbb Úrnak mindannyiunk szíve lelkének. Te vagy a kozmikus megnyilvánulás eredeti oka, te vagy legfőbb fenntartója, s te vagy az oka pusztulásának is. Te mindenkivel egyformán bánsz, minden élőlény legfelsőbb, békés barátja vagy, s te vagy mindannyiunk imádatának legfőbb célja. Kedves Uram, hadd végezhessük mindig transzcendentális szeretőszolgálatodat, hogy megszabadulhassunk az anyagi élet bonyodalmától. Végül Uram, hadd említsem meg, hogy bánasz Uram ennyire kedves nekem. Nagyon értékes szolgálatot tett, ezért szeretném mindig boldognak látni. Elégedettségemben biztonságot ígértem neki. Imádkozom hozzád, hogy ahogy elégedetté tettek ősei, Prahlád király és Bali Maharaj, úgy légy elégedett vele is. Az Úr Síva imáit Krisna végighallgatta, majd Úrnak szólítva őt így szólott. Kedves Úr Sívám, elfogadom szavaidat, s méltányolom bánasz urát illető kérésed is. Tudom, hogy bánasz ura Bali Maharaja fia, s így nem ölhetem meg, hiszen köt adott szavam. Megígértem Prahlád királynak, hogy a családjában megjelenő démonokat sohasem fogom elpusztítani. Ezért nem vettem el bánasz ura életét, csupán levágtam karjait, hogy megfosszam áltekintélyétől. Hatalmas hadserege teher volt a földnek, s mindannyiunkat megöltem, hogy enyhítsek-e terhen. Négy karja megmaradt, s ő maga halhatatlanná vált, nem lesznek rá hatással az anyagi kínok és gyönyörök. Tudom, hogy legfőbb híveidnek egyike, így megnyugodhatsz, mert ezek után semmitől sem kell félnie.
Bánaszura az Úr Krisna áldását elnyerve elébe járult, s fejét földhöz érintve leborult előtte. Egy díszes hintó nyomban Srí Krisna elé hozatta Aniruthát és leányát, Usát, s az Úr azonnal gondjaiba vette őket. Az Úr Síva rendkívüli bőséggel áldotta meg az ifjú párt. Ezzel Krisna Dvárakká felé vette útját egy Aksha Uhini katonaság vezetésével. Időközben Dvárakká lakóihoz eljutott a hír, hogy Krisna, Usá és Aniruddha nagy pompával hazafelé tartanak, s városok minden szegletét fellobogózták, szalagokkal és virágfűzérekkel övezték fogadásukra. A főbb utakat és kereszteződéseket gondosan megtisztogatták, fellocsolták szantálpéppel kevert vízzel, s mindenfelé a szantálfa illata szállt. A város lakói barátaikkal és rokonaikkal együtt előkelő pompával boldogan várták Krisnát. Az üdvözlésre megszólaló kagylókürtök, dobok és harsonák hangja betöltötte az eget. Így érkezett vissza Krisna az istenség legfelsőbb személyisége fővárosába, Dvárakába. Sukadev Goszvámi megnyugtatta Pariksit királyt, hogy az Úr Síva és az Úr Krisna csatájának elbeszélése nem kedvezőtlen, mint a közönséges háborúk történetei. Ellenkezőleg, ha valaki reggelente visszaemlékezik az Úr Krisna és az Úr Síva harcára, s örül Krisna győzelmének, az küzdelmes élete során sohasem fog vereséget szenvedni. Bánaszura harca Krisnával, majd az, hogy az Úr Síva kegyéből megmenekült, mind megerősítik a Bhagavad Gita szavait, amely szerint a félistenek imádói csak úgy nyerhetnek el valamilyen áldást, ha azt a legfelsőbb Úr, Krisna is jóvá hagyja. Ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy bár Bánaszura az Úr Síva híve volt, mégis amikor Krisna személyében szembe került a halállal, az Úr Síva képtelen volt megmenteni őt. Síva azonban Krisnához fordult, baktája megmentése véget, és az Úr megkegyelmezett. Ez az Úr Krisna helyzete. A Bhagavad Gita ezzel kapcsolatban a Maya Iva Vitihan Hittan szavakat használja. A legfelsőbb Úr beleegyezése nélkül a félistenek semmilyen áldásban nem részesíthetik híveiket. Így végződnek a Bhakti Vedanta magyarázatok a Krisna könyv 62. fejezetéhez, melynek címe az Úr Krisna harca Bánaszurával. Következő alkalommal folytatjuk a 63. fejezettel, Nriga király története. Krisna könyv Ki Jai, Srila Prabhupád Ki Jai, Jai Nitai Góra Prémalandé, Hari Hari Bol, Góra Bhakta Vrinda Ki Jai, Hare Krishna.